miért és kiért alakulhat ki bennünk a kötődésnek egy olykor szélsőséges formája, vagyis hogy miért rajongunk valójában. És előadónk Radvol Endre a költőnek készült, majd magyar tanárként végezte el az egyetemet, mégis immáron 13 éve főállásban a 30Y zenekar szólógitárosa. 6 nagy lemezen, majd valamennyi fesztivál, nagy színpadán, 2 fonogram jelölésen és egy MTV Awards legjobb előadó díjon vannak túl a zenekarral idáig. És nem egészen 4 évvel ezelőtt emellett Endre megálmodta az N-Designt, amelynek a keretei között főleg kreatív kisfilmek gyártásával és online tartalom generálással foglalkozik. Ma este pedig hát a rajongásról fog nekünk beszélni, kívülről és belülről, a kamerán innen és a kamerán túlról. Fogadjátok sok szeretettel Radvol Endrét! Sziasztok! Elég vegyes felvágott leírást kaptam magamról. Ebből is láthatjátok, hogy elég sok dolggal foglalkozom, ami nyilván előfeltételezi azt, hogy nem megyek a dolgok mélységére. Ebben az előadásban sem lesz tudományos igénye, amit elő szeretnék adni. Inkább szeretnék egy keresztmetszert, rendszert felvillantani abban, hogy mi az, hogy rajongás. Az egyik dolog, hogy a kamerának az egyik és a másik végén is rendszeresen állok, ezért nem csak ábrázoltja, hanem ábrázolója is vagyok ennek a jelenségnek. A másik pedig, hogy tagja vagyok egy 5-tagú zenekarnak, amiben egyébként 4-en tudnak énekelni, 4 ember van a mikrofon. Nyilván sejtitek, hogy én mondjuk az 5., aki előtt soha nem szokott, tehát viszonylag privilegizált helyzetben vagyok itt. Ez egy 13 éve működő zenekar, alkotói csoportosulás, aminek a segítségével pedig egy hosszmetszetet szeretnék felállítani arra, hogy a mi életünkben hogyan változott a rajongás folyamata. És ez a kereszt meg ez a hosszmetszet fog találkozni reményeim szerint az előadásban. Szórakoztat, hogy nincsen múltam. Csak történeteim vannak. Azoknak a figyelmet lebilincselő múlt az erejük. Próbáld ki, amikor eszedbe jut valami tedd múlt időbe, és csinálj úgy, mintha az veled történt volna meg. De jó múltat találj, és jó ént, máskülönben nem megy. Ezt szeretem a múltamban, hogy annyi van benne, tényleg annyi, amennyit megírok magamnak. Ez az én szentimentálém. A beteljesült és a sohasem volt múlt idők minden lehetséges történése. Nem sok ez. Ne ijedj meg. Pár egyszerű akkord, ami fejből is megy. Hát ha össze akarnám foglalni az életművünket, akkor ez ennyi lenne körül az arcpoetikája. Pár egyszerű akkord, ami fejből is megy. Miről volt itt szó mégis? A történetekről, a fikcióról, a múltról, a valóságokról. Hol találkoznak ezek? Ez a kis bejátszás, amit láttatok, ez tavaly nyáron készült Orfűn, egy 4 napos forgatásnak az egyik nyitó eleme volt, Lévai Balázsra dolgoztunk, egy filmetű sorozatot rögzítettünk, ami egy álomkeretbe ágyazta be a 12 dalunkat. Itt fogalmazott meg bennem először a kérdés, hogy az, amit ábrázolunk, az, amit a dalaink szólnak, áttesszük egy másik hordozóközegbe, ami a film volt jelesül, az mennyire értelmezhető, mennyire legitimált, mennyire van valósága. A mi valóságunk, amit fönt a színpadon eljátszunk, vagy átélünk, vagy megírunk, az mennyire esik egybe azzal, ami a ti valóságatok, amikor hallgatjátok. Illetve, hogyha ki akarom tágítani a kérdést, ha valaki eljut olyan szintig egy zenekar kapcsán, hogy rajongással szemléli, vagyok-e én is a színpad oldalán, amikor lemegyek ugyanolyan rajongó, mint bárki más. Ez lesz a harmadik dolog, amit ebbe a hossz és keresztmetszeti játékba bele szeretnék szőni. A következő kérdésem, hogy hány ember van szerintetek a képen? 3 a tippeket. Hányat láttok? Vagy hányat láttok bele? Senki? 2? Igen? Aha, igen, ez egy nagyon jó aspektus, hogy ez egy valós vagy kreált személyiség, akit látunk, és melyik-melyik. Elgondoljuk Elvis Presleyről, hogy egy létező, önmagában létező entitás, vagy pedig egy zeneipari kreálmány, nyilván a szórakoztatóipar része. Illetve a másik figura, ki az, aki a maszk mögött van. Föltenném úgy a kérdést, hogy tudja-e valaki a polgári nevét Darth Vadernek? Igen, az egy következő. 3 ember tudunk föltenni, David Prowse, James Earl Jones és Bob Anderson. Az egyik a teste, a másik a hangja, a harmadik pedig egy olimpikon vívó volt, aki a vívó mozdulatokat a vívó jelenetekben helyette lejátszotta. Tehát kapásból ebben a készfogásban jelenleg 4 ember van benne, de akkor nem vettem hozzá, hogy a trilógiát
kibővítették újabb három résszel, ahol a csecsemő, a gyermekkor és a fiatalkori Anakin Skywalkerrel találkoztunk, aki még nem is alakult el Darth Vaderré. Tehát ebben az egy emberben, ezzel a hatnyillal hány embert látunk, ha nem veszük bele a forgatókönyvírót, a rendezőt, a producer, illetve a CGI technológiát, amivel ábrázolják akkor, amikor nem önmaga, hanem csak egy komputer animált betét. Ugye? Tehát itt ebben a készfogásban tucatnyi ember van benne, az ikonitásról szól, nem magukat az embereket, hanem az ikonok találkozását látjuk. Joggal felmerülhet fel a kérdés ebben, hogy a zeneipar és a filmipar egy-egy ikonja ebben az ábrázolt képben melyik oldalról rajongó és melyik oldalról rajongó. Tehát valós a kép. Egyébként utána néztem, ez 77-ben jött ki a Star Warsnak az első része, és 77 augusztusa volt. Ugye jól emlékszem, amikor meghalt Elvis Presley, tehát ez lehet egy valós kép, de fikcióként is érdemes nyilván nézni ilyen szempontból. Visszamegyek egy ponttal, és nem ilyen ikonikus figurákat nézek, hanem önmagamat, keresem azonosulási pontokat, keresek, mint mindannyian leginkább kamaszkoromban. Elég sokat kell kukáznom, hogy megtaláljam ezt a nem túlzottan ikonikus képet magamról. Ez én vagyok 13 évesen. A következő örökbecsű előadó művészek ragyognak a szobán falán. Snap, művész nevén Turbobi, Chris Cross, akiknek az volt a fő attribútumok, hogy a gatyájukat megfordítva rappeltek. Alatta a Dr. Albán a svéd fogorvos rapper. Egy ifjúsági magazonból kifejmásolt Bonanza Banzai részlet, és egy Depeche Mode plakát, illetve kettő. Ez az egyik fal, a másik falban kicsit hosszabb ikonok voltak. Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Faith No More és U2. Ezek voltak a másik oldali kedvenceim. A legnagyobb kedvencem, mint a képen is látszik, Dave Gahan volt, amit a... Hát, remélem, látjátok a hasonlóságot. Ha megfordulnék a képen, nyilván ezt fotóban nem tudom berotálni, anyukám által a szigetvári cipőgyárból, a Szigetvárban 1990-ben, a szigetvári cipőgyár felsőbőr részlegéből hozott egy ilyen ekkora bőrlapot, amit cipő felsőbőr szegecsekkel vertünk ki, Bonanza Banzai és Depeche Mode jelekkel. Ez van a hátamon. Ez én vagyok kicsit nagyobb pocakkal és kicsit kevesebb hajjal, kicsivel későbbről. Egy másik kedvencem, akit egyébként ugyanakkor ismertem meg kamaszkorom derekán, édesapámtól kaptam egy Örkény egyperces novellák könyvet, és itt ezen a képen éppen szitázzuk őt. A zenekar játszott az egyik koncertje után egy olyan játékot, hogy öt kedvenc írókat, költőket, annyi kitétel volt, hogy magyar írót, költőt kell választani. Ott volt Örkény, Adi, Csát, Dzsida és Jugovics. Elvittük egy koncert után egy ilyen szitalanyomaton, és bárki, aki szerette az irodalmat, és ott volt a koncertünk miatt, tehát az általa rajongott vagy kedvelt a dalokon túl egyébként volt másfajta kötődése is hozzánk, hozott egy pólót, és mi felszitáztuk, ez egy 3 perces folyamat volt, tárgyas úton az a tudott vinni egy közös rajongási tárgyat. Ezek ugye ilyen metarajongói szituációk, amiket most elmondok, hisz arról van szó, hogy élő emberek találkoznak élő emberekkel, és van a közös rajongási tárgyuk, amit valamilyen szinten együtt átélnek. Ugyanazon a fesztiválon találkoztam Hanula Zsolt barátommal, aki nem volt még akkor a barátom, egyáltalán nem ismertem. Egy Facebook bejegyzésen szúrtam ki a nevét, hogy el fog jönni, és nem tudtam, hogy honnan ismerős a neve, és ráírtam. Ő egy mozifilm kritikus, akinek rendszeresen szoktam olvasni az írásait, mielőtt elmegyek egy filmet megnézni, és teljesen véletlenül derült ki, hogy ahogy én Hanula Zsolt rajongó vagyok, vagy Hanula Zsolt írása rajongó, ugyanúgy 30Y rajongó. És próbáltam ezzel a szép montázsal a kedvenc filmjeink némelyikét ábrázolni. Ezekről beszélgettünk ott egy szalonsör mellett. Ez ugyanaz a metarajongói pozíció, amiről eddig beszéltem, mind a négy képben, tehát volt egy zenei inspiráció, volt egy filmes inspiráció, és volt egy irodalmi inspiráció. És azt gondolom, amikor egy zenekart megkérdeznek, hogy egyébként miből áll össze az, amiből ő a dalainak a mélységét meríti. Ezeket a részeket nagyon gyakran el szokták felejteni. Tehát nem csak arról van szó pusztán, hogy más zenekarok rajongói vagyunk mi zenészként, és átemeljük azokat az ideológiákat, hangzattani elemeket, színpadi jelenlétet, bármit, hanem arról, hogy ezek a komplasz kamaszkorban gyökerező azonosulási pontok és saját belső rajongásaink ott vannak a saját dalainkban is. Nyilván ez szüli azt a kérdést, hogyha valaki a mi zenekarunkért rajong, akkor ez a mi azonosulási pontunk vagy rajongásunk, ez az ő áttételes tárgya. Tulajdonképpen, ha valaki megtalál egy dalban valamit, ami eléri azt a mélységet, mint a mi kamaszkori fiktív poszterfalunk, akkor önmagát találja meg, az önmaga azonosuló és azonosítási pontjait.
És még az előző példák arról szóltak, hogy egy élő közegben, élő interakciót folytatunk beszélgetés keretében arról, hogy mik a kedvenc filmjeink, kik a kedvenc íróink, költőink, vagy milyen zenéken szocializálódtunk, addig az a történet, amikor valaki feláll a színpadra és előad egy dalt, vagy elmegy a moziba is, megnéz egy filmet, nem találkozik a rendezővel, nem beszélget utána a zenésszel, elmegy egy kiállítás megnyitóra, nem találkozik utána az alkotóval, tényleges interakciója, vagy csak találsz egy azonosulási pontot, amiben azt gondolod, hogy igen, ezt a filmet én is úgy rendeztem volna meg, mint Quentin Tarantino. Igen, ezt a dalt én is így játszottam volna el, vagy igen, ezt a festményt én is pontosan ugyanígy vittem volna vászonra. Hogyha vannak ilyen azonosulási pontjaid, akkor hajlamos vagy azt gondolni, hogy közel állsz ahhoz az emberhez, aki ezeket a produktumokat létrehozta. Létező fogalmak, ezek Horton és Wall alkotta őket 1956-ban a sztárkultusz kapcsán, mind a pseudobarát, mind a paraszociális interakciót, ami arról szól, ugye épp úgy, mint az előző Diánnál, Darth Vader és Elvis Presley kapcsán, hogy ezek mögött, a dolgok mögött valójában mik állnak, amik találkoznak. A valóságok, igazságok, fikciók, kitalált történetek, valótlanságok, stb. Nyilván ezért illuzórikus az egész a maga nemében. Hozok erre egy példát, amikor valaki elhagyja a saját kontextusát, nyilván színpadon állni egyfajta szerep. Matt LeBlanc, megvan, hogy kinek a polgári neve? Többet nem játszok ki, Joey, igen. Dr. Drake Ramore az életünk napjaiban volt ő, 4 epizód erejéig, amíg össze nem veszett a forgatókönyvíróval, aki liftaknába pottyantott emiatt, hát írta a szövegét. Tehát ugye nehéz ugye kitörni a szórakoztatóipar nyújtott a keretekből. Kérdés itt, hogy ki Joey? Ez a jelen sztereotípen ábrázolja nyilván a férfiak rajongásának legnagyobb tárgyát, a nőt. Ez a kéz, ez a csodás, varázsos, életadó kéz. És én megérinthetem, simogathatom, számba vehetem. Ha akarod, de csak egyet. Jól csinálod. Jöjjön valaki! Fuldoklik! Van önök között egy orvos? Ó, igen! Igen, Salem legkiválóbb orvosa, Dr. Drake Ramore! Dr. Drake Ramore, hát ugye itt jön be az a kérdés, hogyha van egy bizonyos fajta szerep, amivel te azonosulsz. Mindenki bizonyos értelemben a pejoratív jelentés réteg nélkül szerepet játszik alkotóként, amikor a közönséggel találkozik. Fölveti azt a problémát, hogy van egyfajta elváráshorizont, amit azonosítanak veled. Mi van, hogyha ezen túllépsz? Itt nyilván Joey szándékosan használta ki az adandó alkalmat és lehetőséget. Látszott az arcán, hogy nem jut eszébe a szó, amit keres, ami a Heimlich fogást volt. Valószínűleg mindenki másnak eszébe jutott volna, ha nem kell átkattintani ezt a szerep kapcsolót a fejében, ami miatt bekövetkezett a lelepleződés aktusa, mondhatni így. Ide most teszek egy pontos veszőt, mert eddig az eddig hozott példák azok egy csoportba tartoznak, és most adok egy másikat. Hurkyongé egy korai kortárs festőművész, az utóbbi egy másfél évben dolgoztam vele, videóinstallációkat készítettünk. Van egy nagyon egyedi, pontosan egyetlen egy nagyon egyedi technikája van, amivel ő alkot, ami a következő féleképpen néz ki. Van egy üres fehér vászon, és fog baromi sok festéket. Fölvisz rá egyetlen egy homogén réteget, legyen ez mondjuk az okkersárga. Megvárja, amíg a festék réteg megszárad, félig, hát még kicsit képlékeny marad, fölviszi a következőt, ez még legyen a rozsdabarna. Aztán a harmadikat, a negyediket, az ötödiket, a hatodikat, a hetediket, a nyolcadikat, körülbelül 40-50 darab rétegig megy el egy ilyen vászonnak a fölpakolásába, amiért egy ilyen vastagságot tud eredményezni. Nyilván itt a monumentalitás lesz majd a lényeg, mindjárt mondom, hogy miért. Azt hiszem, hogy hát körülbelül ilyen, ez ilyen 4x3 méter lehet a hátam mögött, a legnagyobb triptihonja az nagyjából ekkora méretű. A következő eljárás utána, aminek itt a végeredményt látjátok, a rettentően speciális, csak általa használt kaparó eszközzel, amit úgy hívnak, hogy műanyag konyhai kiskanál, a következő műveletet végzi el. Nem tudom, mennyire látjátok itt a fönti részeket, kikapargatja különböző mélységben az általa fölvitt, de még képlékeny festékrétegeket, mutatom a másik oldalon is, és ezeket átragazgatja oda, ahol nem kaparta semmit, meg egy bizonyos részét engedi a földre hullani, amiből utána újabb műalkotásokat készít. Hát most ezeket a műalkotásokat én leginkább a pogácsa és a puding közé tudnám elhelyezni, tehát nem az esztétikai értéke a lényeg, hanem az a lényeg, hogy zajlik fönt egy konstruáló folyamat, amikor létrehoz valamit, majd abból a valamiből valamit elvesz, lekapargat különböző réteget, néhol csak 1 cm réteget, néhol 3-at, néhol egészen a vászonig elmegy.
úgy alakít ki egy egészet ezzel a fajta eljárással, úgy konstruál, hogy közben elvesz belőle. Aztán, amit elvett, abból gyúr egy teljesen különálló műalkotást, ami az előző nélkül nem is lehetne értelmezhető, ám ebben a fajta felállásban újra konstruálásnak számít. Amiért behoztam ezt a hasonlatot, az a következő. Azt gondolom, hogy főleg ebben a mai erőteljesen média generált világban, ha valaki találkozik egy általa kedvelt alkotóval, majd rátérünk erre, nem szeretem ezt a szót, hogy rajongó, azt gondolom, hogy nagyon sok aspektusa van a kedvelőtől kezdve a lájkon át, a rajongóig, a szenvedélyes, akár patológikusan elfajzott vonzódásig. Ez egy nagyon széles skálán mozog, ez az azonosulási pont, de mindegyiknek az a lényege, hogy az adott előadó művész, aki lehet zenész, lehet színész, lehet mondjuk képzőművész, tehát akkor már nem is előadó művész, filmrendező, az előző példák mindenre jönnek, azok olyanok, mint ez a vászon. Fölmarad rajtuk 40-50 rétegben az, aminek ő saját magukat gondolják, vagy megélik. Amikor valaki ezt egy interjú, egy videó, egy beszélgetés, egy akármi kapcsán kicsit megkapirgálja, belenéz abba, hogy ki is az ember valójában, leszedi ezeket a rétegeket, majd, ami az ő rajongásának át a tárgya, az válik ez az újra konstruált puding vagy pogácsaszerű képződményé. Tehát mindenkinek van egy műanyag kanala, amiből megkonstruálja a saját maga rajongásának a tárgyát. Összefoglalva az előző négy pontot, az első ugye az ikonitás volt. Van egy képzelt képünk, ami valójában egy ipari gépezetnek egyfajta lekonstruált ikonikus tényezője, itt Darth Vader és Elvis Presley, ki az, aki a maszkok mögött van, vagy látjuk-e, hogy maszk van rajta. Második kérdés, az azonosulási pontjaink gyökere kamaszkorban, mindenkinek van egy elragasztott poszterfala, ami később élete végéig kíséri. Mi az a 3-4 poszter, amit a elragasztott falból leveszel? Amivel később azonosulni tudsz, az mindenről a poszterfalról származik. Hármas, szerephatár. Mi van, hogyha valaki előadóként, alkotóként kilép abból a rátestelt vagy általa kreált szerepből, amivel azonosítják, milyen veszélyei vannak ennek? Négy, az, amit gondolunk a rajongott tárgyról, az egy mindig egy újra konstruáló folyamat. És itt következik az előadás második része, az annyira megváltoztatok. Ugye most keresztmetszeteket néztünk, és most érünk át a hosszmetszetre. Ez azt gondolom minden olyan előadónak, zenekarnak, aki nem médiagenerátként csöppen bele ebbe a történetbe, tehát nem az van, hogy kérészélettel van mondjuk 1-2-3 éve, amit eltölt, aztán ahogy jött, ugyanúgy el is fejtik, tehetség ellenére, hisz nyilván ez elég komoly kihasználás van ipari szinten ezekben a történetekben, hanem olyan zenekarokra gondolok, mint amilyenek mi is vagyunk, hogy elindultunk egy 10 fős rajongótáborra, és lejutottunk egy több ezeres rajongótáborig. Valahol berekedtünk egyébként az underground és a mainstream között, és itt is érzékeljük már ezt a jelenséget, mint amit mindenki érzékel, aki legalább 10 évet töltött a pályán, hogy jönnek azok a mondatok, hogy annyira megváltoztatok. Ahhoz képest, mint amilyenek megismertünk, mint amiért elkezdtünk szeretni. Neked volt egy poszterfalad, amin azok a képen voltak, mint amik az enyémen. Hova tűntek ezek a poszterek? Azért hoztam fel ezt a papírrepülős hasonlatot, mert azt gondolom, hogy a zenész, illetve a dalok, azok egyfajta hordozó közegként működnek. Ugyanazok a történetek, emlékeztek rá a legelején, amiről beszélgettünk az erdőszíli állami elben. Valóság, konstrukció, fikció, kitalálás, hamisítás, ki mit értelmez ebből. Ezek felíródnak egy papírrepülőre, most ezt nyilván metaforaként mondom, amit az előadó koncert közben bedob a közönségbe. Egy ekkora méretű előadóteremben gond nélkül, hogyha ügyes hajtogató vagyok, el tudok dobni a leghátsó sorba is, de hogyha mondjuk elmegyünk egy fesztivál színpadra, ott körülbelül a biztonsági őrnek a hátát tudnám telébe találni a papírrepülőbe, valószínűleg nem hajtogat neki, hogy mit írtam bele és mit akar neki mondani az ő dalom. Abban a fajta megközelítős módban, ha azt nézem, hogy az én papírrepülőmre ugyanaz van írva, ugyanakkor a karfesztávolságom is nem hajtok bénában szarabb papírból, ugyanolyan messzire kell tudnom eldobni, mégsem jut ugyanúgy az emberekhez, amit én eljuttatnék. Nyilván itt a kontextus kérdéséről beszélek, hogy amit csinálsz, az hol, mikor, milyen időben, kinek vagy kinek nem jut el. Maradok a fesztiválos hasonlatnál, ezek szintén létező kölcsönvett terminológiák, Marbitul és Zsiltól a rajongás aspektusairól szólnak. Gyakorlatilag, hogy említettem már, hogy egy szinonima rendszeret tudnánk fejteni A-tól Z-ig, hogy a rajongás az milyen fajta közelséget feltételez az általad kedvelt vagy rajongott személy, alanytárgy, műalkotás irányába. A passzió, az alacsony azonosulási mérték, az körülbelül annyi, mint amikor sétálsz a fesztiválon, meghallasz egy zenekart, akinek a dalát már hallottad a rádióban, eltöltesz körülbelül másfél percet a színpad előtt, majd azzal lendülettel mész is tovább egy sörrel a kezedben. A középső rész, amikor már célzottan mész a barátaiddal, mondjuk egy olyan előadó koncertjére, ahol más klubkoncerteken is találkoztatok, utána olvastál a fórumon, a Facebook oldalán, bárhol, vannak egyéb kapcsok, amitől sokkal reálisabb, nem pseudo-barát jellegű ez a kapcsolat, és a
A legfelső szintje, legalábbis ennek a triásznak az az, amikor valami fajta szükségletet vagy hiányt pótol az általad képviselt előadó. Erre azt a példát tudom mondani, hogy mondjuk érkezik 150 levél a Facebook oldalunkra, ami arról szól, hogy mikor lesz koncert legközelebb Szegeden, vagy Debrecenben, vagy Nyíregyházán. És érkezik egy darab olyan levél, ami arról szól, hogy valaki azt írja, hogy egy évvel ezelőtt meghalt az édesapja, és az elmúlt egy évet az segített neki túlélni, hogy azok a lemezek és azok a dalok, amik nálunk az apa-gyermek kapcsolatot boncolgatják, azok ott lehettek a lemez játszójában. És ugye itt jön be Joey és Dr. Derek Ramory esete, hol van a te szerepednek a határa, mennyire tudsz ebből kilépni, mennyire kell valaki más életén Heimlich fogást alkalmaznod, mennyire van jogod belenyúlni más életébe. Ami ezen a hármas terminológián egyel túl van, az már ennek a patológikus vonzata, ez egy 1993-as kép, ha jól emlékszem, Szeles Mónikát ábrázolja, elég nagy botrányt kavart annak idején, hogy egy Steffi Graf rajongó beszaladta a teniszpályára, és egy 20 cm penge hosszúságú késsel hátba döfte. Azt szerette volna, hogy Steffi Graf kerüljön vissza a virágranglistának az élére. Ezzel nyilván telibe tört egy karriert, beavatkozott valakinek a privát szférájába, és egy másra irányuló rajongói tárgynak a kivetülése volt, amit itt ezen a történeten kiélt, miközben egyébként azt hiszem, hogy két év nem töltendő felfüggesztettel megúszott egy ilyen történetet, a német jogrend akkor ezt hozta ki. Nem is a büntetés mértéke a lényeg, hanem az, hogy te rajongónként hova tudod behúzni azt a határt, amiben beszabad avatkozni, és amiben nem szabad beavatkozni a másik életébe. Egy másik oldal, amikor nem rajongó vagy, Billy Joe Green Day-ből Justin Bieberrel lépett egy színpadra, nem annyira örült neki, hogy egy perc van vissza a zeneipar által rászabott időből. Let me tell you something. I've been around since fucking 1980. And you're gonna give me one fucking minute? You gotta be fucking kidding me! You fucking kidding me? What the fuck? I'm not fucking Justin Bieber, you motherfuckers! You gotta be fucking joking! This is a fucking joke! I got one minute left. Oh, now I got nothing left. Let me show you what one fucking minute fucking means. 1 minute. God fucking love you all. We'll be back. Hát nem sokat játszott rá, valószínűleg ezt gondolta az adott pillanatban. Nem tudom, Pisti mit szólnál, hogyha pittyegne itt a stopper, és dobnám én is a mikrofont lefele utána. Hát történt egy gitár, ez egyébként nyilván bizonyos szegmensekben ennek van kultusz, hogyha mondjuk egy Nirvana koncertre gondolunk, ott az életmű során hány gitárt törődött össze. Itt azért inkább ez egy spontánabb esemény volt. Valószínűleg ez az a spontán esemény, ami az egyszerű és megismételhetetlen élményt nyújtja. Úgy egy koncerten, mint egy kiállítás megnyitón, egy mozifilm premiéren. Próbálok mindig más vetületeket is behozni, nyilván alapvetően a zene aspektusából látom ezt az egészet, hogy zenei színpadokon mozgok, de azt akarom mondani, hogy amik itt példák, azok analógiaként működnek, úgymond az összes többi művészeti alkotói területen. Van egy egyszerű és megismételhetetlen élményed, amiben rajongóként mégiscsak az állandóságot keresed, és mivel tárgyként egy ilyen élmény nem tudsz hazavinni, maximum a fejedben, a visszaemlékezel rá, vagy szívben, lélekben, amilyen érzések maradnak utána, fotó, videó, kritika, amit elolvasod, de az mégsem ugyanaz, mint az ott lévő jelenléted, ezért ezt próbálod mindig újra konstruálni magadnak, ezért mész el újabb filmeket megnézni a moziba, ezért kóstolsz meg egy újabb 83-as évjáratú vörösbort, amit még előtte nem kóstoltál meg, ezért mész egy kiállítás, mennyit óra koncert, lehet sorolni ezeket végig. Aminek egy fontos betülete, hogy van mindig egy személyes közösségi élmény is, tehát nem egyedül mész el, hanem egy szociokulturális, szubkulturális csoportnak a részeseként. És így visszaér mindig a kör, ugyanoda az egyszerű és megismételtlen élményt újra és újra generálod. Ennek nyilván vannak rossz példái előadók részéről, és gondoljatok csak arra, amikor valaki a 38. búcsú koncertjét adja, úgyhogy már 65 éve létezik a zenekar. Tehát ez mondjuk az egyik végpont nyilván. A másik az, hogy ki tud állandóan és folyamatosan megújulni előadó művészként vagy zenekarként, illetve
hogy ezt a megújulást mennyire támogatja mondjuk egy rajongói közösség. Egy zenekar nem dirítesz ez rajongók nélkül, bármennyire is magának játszik bármelyik előadó. Mind az inspiráció, mind a tényleges fizikai találkozás a koncert hevében jön létre, ami ugye, mint említettük, egyszer is megismételtetlen élmény. Mi van abban az esetben, ha azt nézzük, hogy egy zenekar mit kap például a rajongóitól? Mi ilyen tárgyal zenekar vagyunk, van egy hatalmas dobozunk, amikor költözünk egy új próbaterembe, akkor mindig visszük magunkkal tovább, hogy bedobáljuk azokat a fényképeket, műalkotásokat, rajzokat, konstellációkat, amiket kapunk a dalaink kapcsán. Ezek közül az első, amit itt megvillantok, ez egy 20 darab 30Y dalnak a címét elrejtő montázs. Én nem tudtam egyébként megfejteni, föl kellett menni a Facebook oldalunkra, és ott többiek összegyűjtögették, hogy mi volt, 20 darab dalcímmal menne elrejtve. Egy következőben valakinek némi aktualitása is van, bár már azt hiszem 3 éve kaptunk, 30 darab húsvéti tojást kaptunk, amit belegravírozták a dalaink szövegét, majd, és ez nyilván baromi nagy munka volt, de a lényeg az volt, ami alatta volt egy kis kézzel írott cetlivel, mindenki lakította a telefonját. Gondoltam, hogy elfelejtem. 30 darab tojást kaptunk, és mindegy tojás alatt ott volt egy darab cetli, amire ráírt, hogy mi volt az első találkozása a dal. Ez egy baromi intim és megható szituáció, és elég kitárókozó. Hát ez nyilván kevésbé intim, gyorsabban fogyasztható. Oliva bogyókból rakta ki egy nagyon kedves ismerősünk, akinek van egy pizzériája. Ha jól láttam, a próbatermünk festése közben kaptuk. Nem volt egy hosszú életű műalkotás, tehát ez nem került bele a dobozba, a nyomaiban sem. Ezt valaki risottóból csinálta a barátjának születésnapjára. Egyébként, ahogy idősödünk, egyre jobban szaporodnak ezek a gasztronómiai jellegű ajándék. Lehet, hogy el kéne gondolkodni a kondíciónkon. És hát nyilván az alkohol, 2 Beck is van a zenekarban, a Beck tesók. Ez egy Beck-szer sörös dobozokból összeállított baseball sapka. Ez egy virágkötőtől készült kagylókkal, kavicsokkal, mohadarabokkal és általam ismeretlen fosszíliákkal kirakott falidísz. Innen messze egyébként lábtörlőnek néz ki, de ez falidísz valójában is ilyen kis pici az egész. Ez egy hógömb, ez most elég aktuális, így inkább mint a húsvéti tojás. És ugye ami az állandóságot és az időszerűséget képezi, de hogy mi van, amikor valaki nem nekünk adja a tárgyat, hanem rákerül egyfajta ikonitása. Ugye a Darth Vader és az Elvis Presley után, hogyha a logó kérdést most így nem analizáljuk mélyebben, akkor is ott van, hogy a zenekar ikonitását leginkább, hogy a szimbólumba kell tenni, az mindig a zenekarnak a logója. Ez a zenekarnak az egyik logója, tehát inkább így mondanám, elég sok volt, és fölmerül a kérdés, ha valaki föltesz egy ilyen időtálló dolgot magára, és azt történik, mint ami például most van, hogy a zenekar lecserélte a sárga Y-t kékre, akkor mi történik a tetoválással? Vagy mi történik akkor, hogyha valaki egy egészen régi, 10 éve használt logónkat teszi fel a tarkójára? És egyébként, tehát milyen szempontból nagyon anti-rockstar zenekar vagyunk, senkinek nincsen tetoválása, azt hiszem, ezért nem vagyok, akinek fülbevalója van, de abszolút nem tudtam értelmezni, amikor odajött hozzám, és megkérdezte, hogy mit szólok hozzá. És az volt az első kérdés, hogy de mit csinálsz, majd már nem szeretsz minket. És nem értette a kérdést. Lehet, hogy meg is sértődtél. Tehát nagyon hülye szituáció volt, ugye az állandóságot, meg a változást itt hogyan szimbolizálja egy ilyen múlandó, de mégsem múlandó dolog. Na, ezek voltak a tárgyaink, amiben arra akartam rámutatni, hogy egy előadónak nyilván exhibíciósnak és narcisztikusnak kell lennie valamilyen szinten. Ezek a lelki simogatások, itt Eric Burdennek az egyik talán legismertebb könyvéből szedtünk egy idézetet. Nyilván egy tudósnál, aki a kutatása tárgyának él, egészen máshogy működik, mint egy előadó művésznél. Itt ezek az oda-vissza kapcsolatok, érintettük benne a szerepjátszást, a törődést, a felelősség kérdését, és azt, hogy rajongók nélkül nincsen zenekar, nem létezik, ha nincs kinek megmutatni azt, amiért te a próbateremben dolgozol éveken keresztül. Tehát az, amit te adsz a dalokkal, azt kapod vissza például ezekkel az ajándékokkal, ezzel a kapcsolatteremtéssel és ezzel a sok lelki simogatással. A hossz és a keresztmetszetek, amiket fölvázoltam, elérkeznek egy olyan ponthoz, amikor nem te lépsz ki a szerepedből, hanem a te szerepedbe lép bele valaki. Úgyhogy búcsúzóul kiválasztottam nektek az egyik kedvenc filmjelenetemet, ami arról szól, ez a Majdnem Híres című film, nem tudom, hogy hányan láttátok, vagy mennyien ismeritek. Egy fiatal újságíró, hát egy jelentkezőt láttam, ez egy viszont... Jó, oké, köszönöm. Érdemes megnézni, akik nem látta és érdekli a témának, ez a belülnézeti opciója. Egy fiatal újságíró srác a főszereplő benne, akinek
a rajongása tárgyal egy zenekar, illetve maga az újságírás, ez is egyfajta metarajongás, és beköszön a zenekar életébe, végigkíséri őket először egy turniállomáson, aztán egy fél turnén, aztán egy teljes turnén, szerelmes lesz. Közben eljut arra a szint, hogy olyan dolgokat is megtud, amiket nem akarna megtudni, hisz a rajongásnak az egyik fő vonulata az az, hogy minél többet le tud kaparni abban a rétegből, és belássa a dolgok mögé, hogy mi van ott valójában, vagy mi lehet a te teremtett valóságod. Ez az újságíróság nyilván olyan mélységbe jut el, olyan sok helyen kaparta ki a vászonat, ahol feltehetőleg nem szerette volna, és ez a filmnek, ha nem is az árjelenete, de valahol a legeslegutolsó szegmensében van, amikor úgy van, hogy a zenekar éppen lezuhan és meghal, ezt a lélektani pillanatot ragadja meg. Tudják, hogy lezuhanunk! Lezuhanunk! Rogálom egy gyerekben tartani! Úgy szeretlek benneteket, mint a családom! Főleg mióta Márna lelépett! Bevallom, hogy néha lenyúltam egy-két doncsit a közös kasszából, de esküszöm, megdolgoztam érte! Aha. Én lefeküdtem Márnával, Dick! Én is! Én kivártam, amíg szakítottatok, aztán én is! Felmondok! Megöllek! Kilépek! Tavaly nyártól egészen máig dugtad Pennyt! Azt a kis szapkát! Hagysad fel Leslie-nek! Kussolj! Szapka! Folyton azzal jöttünk, hogy a rajongók így, a rajongók úgy! Ő volt a legnagyobb rajongótok! Ti meg eldobtátok! És az a legnagyobb baj, hogy ezt fel sem fogjátok! Én szeretem, Benny! Szeretem! Leszorom! Én veled vagyok! Istennek hála, túléltük! Most már kijutunk belőle! Köszönöm szépen a figyelmet!